Sziasztok! Nem gondoltam volna, hogy ekkora sebességgel ilyen gyorsan, de azt hiszem rájöttem, hogy hol található a szellem. Sőt, egyébként össze is találkoztam vele, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy merre találjátok, ha esetleg nem sikerült összeszedni. Azért jöttem ide Minkához, mert ezt mindannyian ismeritek, tudjátok, hogy hol van, úgyhogy innen mutatom nektek, hogy merre lesz. Egyébként nem egy nagy kunst, utólag már fogom a fejemet, hogy nem találtam meg, de ettől függetlenül azért nagyon mérges vagyok, mert nem erről volt szó, tehát nem ezt írta a feladat. Itt lejöttök, ennél az Y-nál, és itt lesz ez a nyomorult, de nem erről volt szó. Tehát csak nem tudom, én gondoltam, hogy nem itt lesz, hanem ott fönt a hegyen. Tehát, hogyha én lennék a hülye, akkor nem találkoztam volna még 8 másik játékossal menet közben, amíg ide értem, meg ott fönt flangáltam. Tehát tényleg mindenki szerintem azt gondolta, hogy ott lesz. Mindegy, lényegtelen, a fontos, hogy végre megvan ez a bolygószellem, ami szerintem bolyongó akart lenni, de mindegy. Hát jó, nézzük meg, hogy mit mond. Ó, jaj, merre kell mennem? Nem fogok hazaérni időben. Hát, a rajtam múlik nem, mert itt töllek meg helybe. Ó, szervusz, attól tartok, nincs időm csevegésre, mert valamit keresek. Azt kérdezed, hogy mi a gond? Csak annyi, hogy már réges-régen megígértem magamnak, hogy egyszer Jorvik legmagasabb pontjáról csodálom majd a szigetet. Úgy hallottam, tökéletes arra, hogy onnan gyönyörködjünk a legkülönlegesebb látványban naplementekor. Imádtam felfedező utakra indulni és túrázni, de a munkám mindig lefoglalt, mintha mindig közbe jött volna valami fontosabb. Csak azt mondogattam magamnak, majd egy nap. De végül elfogytak a napjaim, és az az egy nap soha nem érkezett el. Segítesz nekem elérni Jorvik legmagasabb pontjára, mielőtt vissza kellene térnem az erődbe? Segítek. De csak azért, mert már fölidegesítettem magam. Hihetetlen, komolyan mondom, hogy ezzel így elszórakozni. Nem erről volt szó különben. Pedig azért elég nagy területet bejártam, én úgy gondolom. Csak 6-szor mentem el mellette valószínűleg egyébként. De mindegy, a lényeg, hogy megvan, szóval, hogyha keresitek, akkor ott találjátok, ahol mutattam, de most már ezt megcsináljuk, ezt a feladatot, hogyha már egyszer a rohadt életbe megtaláltam ezt a nyomorultat. Egyszerűen nem értem, hogy... Ah! Mindegy. Nem. Nem tudom egyébként, hogy minden napra van-e. Még mindig nem sikerült fényderítenem a dologra, de hát mindegy, ha minden nap lehet, akkor megpróbálom minden nap eljátszani ugyanezt a dolgot. Egyébként tök jó haladok a zsetonokkal. Most már azért elég szép számmal van. Én célt évesztettem szerintem. De most melyik részére kell felmenni vajon? Elrontottam el. Na most egyszer elmegyünk. Ne már! Nem igaz, hogy mindenbe beleakadok, ez hihetetlen. Na, látjátok, nem én vagyok a hülye? Más is itt rohangál, és nem azért, mert a szellemet cipeli a hátán. Mint most én például. Úgyhogy örülök neki, hogy nem én értelmeztem félre a feladatot. Brutál. Na, ide kellett jönni? A válasz nem. Jó. Ez is téves. Akkor menjünk a másikra. Ez nem egyértelmű különben. Legalábbis én úgy gondolom, és úgy érzem, hogy ez nem fair, és nem egyértelmű az egész, hogy... Most ezt miért kell? Nem értem. Nem fér a fejembe, hogy... Miért jó nekik, hogy itt szivatnak minket ilyen hülyeségekkel? Most valószínűleg akkor oda a másikhoz kell menni. Már ha oda kell, úgyhogy merem remélni, hogy tényleg nem kell már máshova átmennem. Na, lefutott, kész. A lefutott körök, lehet, hogy nekem is oda kell menni? Mindjárt kiderül. Na nem, hál' Isten, jaj, de jó, végre! Végre, végre! Na, beszéljünk csak, fölrúghassalak. Ó, sokkal szebb, mint álmodtam. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Ó, a levegő, még az ősz illatát is érzem a szélben.
Az hogy lehetséges? Olyan friss, szinte ropogós a levegő. Igen, igen, gondolom elérkezett az idő a visszatérésre. Annyira jó volt lovagolni veled. Békét hoztál el számomra. Örökké emlékezni fogok a látványra, és eszembe vésem kedvességedet. Azta. Köszönöm, készen állok, hogy visszatérjek vágtázó erődjébe. Oké. Ahová a lelkek hazajárnak. Tehát most vissza kell mennem. Térj vissza vágtázó erődjébe. Jó. Istenem, srácok! Ja, hogy vissza kell vezetnem. Hát nagyon jó, akkor belehúzunk. Ne állna meg minden egyes négyzetcentiméteren ez a szerencsecsomag. Itt le tudok menni. Nem, nem, nem! Nem! Rossz ötlet volt? Rossz ötlet volt, bocsánat, én tehetek róla. De itt viszont le tudok menni. Tudjátok, hogy a rövidítések híve vagyok. Ja, édes jó Istenem, ez most egy kicsit kivitte a hajamat, egyébként őszinte leszek veletek. Kicsit kivitte. Egyébként hála az üstös feladatoknak, most kezdhetem előről a növénygyűjtögetés, de nem baj. De úgy látjátok, összegyűjtöttem több mint 200 szemetet, csak azért, hogy ne kelljen használni, bár mondjuk elhasználtam, mert már csak 18 darabom van. Be tudok itt menni? Be. És most bezzeg a szemét az nem kellett. Most a növény kellett volna. Tök rossz. Már nem is tudom, melyiket kellene egyáltalán gyűjtenem. Na most kivel kell beszélnem? Nyilvántartóval? Hát nyilván, ugye? Jaj! De lebert a Wasser, srácok. Ezt nem hiszem el. Még hálók ezt én nem bírom. Ez most egy kicsit sok volt. És most meg itt táncikál. Hát adok én neked táncikálni valót mindjárt. Hát itt vagytok mindketten éppen és egészségesen. Ezt egy szellemnek mondja komolyan? Már kezdtem aggódni. Köszönöm, Beatrice. Hát de van mit. Van mit, rohagy meg. És mennyi XP kell? 100 XP-s rácok. Na, az remélem jövő héten meg lesz. A Hermanos feladattal, bár biztos nem lesz ekkor a luxi. De hát reméljük. Na, srácok, ezt nekem ki kell hevernem, úgyhogy most már tényleg elköszönök, mert ez ebből elég volt. Kiviszi a sérómat, komolyan mondom, ez az egész mizéria. Hát remélem azért, hogyha lesz következő, akkor azok egyszerűbbek lesznek. Na, most már viszont tényleg elköszönök tőletek, hogy most már elégedetten távozhatok, mert tudom, hogy megcsináltam, megcselekedtem, amit kellett, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb majd jelentkezem, hogyha kell szellemeket keresgetni, akkor valószínűleg holnap is jelentkezek, de hétvégén mindenképpen, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, jó szórakozást a frissítéshez, és írjátok meg a véleményeteket. Sziasztok!